Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünkön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségen. Savanyú Gergely vagyok. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár urat, ünnepségünk szónokát. Köszöntöm dr. Fodor Tamás urat, Sopron megyei jobbúváros polgármesterét és dr. Simon István alpolgármester urat. Köszöntöm a megjelent országgyűlési és önkormányzati képviselőket, a történelmi egyházak, a társadalmi szervezetek és intézmények képviselőit. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, hogy Sopron városi fúvózenekar közreműködésével énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat. Magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk mostanáig, kározottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem. Drágább rongy élete,
becsülete. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Kovács Zoltán államtitkár urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Tisztelt polgármester úr, kedves ünneplők! Én diákként osztálykirándulások alkalmával, illetve jó néhányszor később jártam Önöknél, részben rokonlátogatásként, részben csak azért, mert nagyon szeretem ezt a várost. És soha nem gondoltam volna azt, hogy egyszer az egyik legszebb magyar ünnepen jöhetek el Önök közé, hogy március 15-én szólhatok Önökhöz. Ezért külön köszönöm ezt a meghívást a polgármester úrnak. A Hűség városa minden magyar ember szívének kedves, hiszen az egyik legszebb településünk, műemlékekben, látnivalókban rendkívül gazdag. Sopronban minden történelmi korszak letette a kulturális és építészeti névjegyét. Azt mondják, a települések főtere általában ott alakul ki, ahol a terület spirituális központja van. Nem véletlen, hogy már a római kori fórum is a mai főtér helyén állt. A városközpont épület együttese pedig a 17. század óta szinte változatlan. A történelem számtalan pusztítása után és újra és újra felvirágzott a város, mert Sopron, ahogy ma is, mindig élni akart. Tisztelt ünneplők! Nemzeti ünnepeink a magyarság megmaradásáért vívott küzdelmek jeles emléknapjai. Az 1848-as szabadságharcot ugyanaz a hazaszeretet táplálta, amely Sopront, a Civitas Fidelissima, a Hűség városává emelte. Március 15-éről méltán mondhatjuk, hogy az egyik legszebb nemzeti ünnepünk, hiszen minden évben elhozza nekünk a tavaszt, amely mindig a megújulás szimbóluma is. Azt a hitet erősíti bennünk, hogy mindig érdemes küzdenünk az igazunkért és a szabadságunkért.
Ha megkérdeznénk a világ bármely részen, melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, szinte gondolkodás nélkül mindenki azt mondaná, március 15-e. Ezt az ünnepet minden magyar, a legkülönbözőbb gondolkodású emberek is magukénak vallják, hiszen leginkább tükrözi a magyarság összefogását és szabadság szeretetét. Történelmünk során számtalanszor bebizonyítottuk, milyen nagy áldozatot tudunk hozni ezért, emlékezünk a Rákóczi szabadságharcra, vagy akár az 56-os forradalomra. Tisztelt ünneplő közösség, az ünnepi megemlékezés nem egy történelmi dátumnak szóló kötelezettség, hanem elődeink hősiességének, bátorságának a felidézése, azoknak a magyaroknak, akiknek volt merszük elindulni a harcba, hátrahagyni családjukat, otthonukat, hogy megvédjék a szülőföldjüket, és az életüket kockáztatva harcoljanak a független Magyarországért. A szabadságot nem egy arctalan tömeg vívja ki, a nemzet szabadsága sok millió ember szabadságára és teljesítményére épül. A 1848-ban nem számított ki, honnan jött. Diákok, parasztok, polgárok, urak együtt vállalták a harcot, holott tisztában voltak az ellenféllel, az erőkülönbséggel. A tetteikkel bizonyították, ahogy Széchenyi írta, hogy egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A 48-as forradalom és szabadságharc sikerként él a magyar történelem emlékezetében, annak ellenére, hogy végül elbukott. A forradalom által kirobbantott társadalmi változásokat nem lehetett megállítani, visszafordítani, hiába tett erre kísérletet a Habsburg ház. Bár a birodalom az első világháborúig fennmaradt, a reformkort és a szabadságharcot követően az ország végérvényesen hátrahagyta feudális rendszer maradványait. Ennek köszönhető, hogy a kiegyezés követően rendkívül erőteljes gazdasági és kulturális fellendülés indult el Magyarországon. Tisztelt ünneplők! A nemzettudat mindig a történelmi és kulturális örökségen alapszik. A nemzettudatot kötelességünk továbbadni és táplálni a következő generációkban. Ezért jó, hogy ennyi fiatal van ma itt körünkben. Ezért tanítjuk meg aztán gyermekeinknek a magyar történelmet, a szabadságharcok céljait, hogy tiszteljék és emlékezzenek a nemzet fennmaradásáért és sorsának jobbításáért életüket feláldozni kész emberekre. Ezért helyén való, hogy a 48-as forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit már kisiskolásként megismerjük, így a nemzeti dalt és a 12 pontot, és meg is tanuljuk. A hazáért való felelősség egyik legszebb példája pedig Kossuth híres beszéde, ahol megadjuk felkiáltással 200 ezer újoncot szavaztak meg az ország számára. Tisztelt soproniak, kedves ide látogatók, a magyar városok közül elsőként ide Sopronba jutott el a bécsi forradalom híre. Az önök polgártársa, ifjú Sarkadi Sándor főigazgató úr írásainak segítségével idézek fel néhány eseményt. Talán többük számára ismer, de nem érdektelen újra felidézni ezeket. 48. március 15-én idézett, a késő délutáni órákban a pozsonyi országgyűlésről hazaérkezik Széchenyi János, beszámolóját több ezres tömeg hallgatja, a gróf ismerteti a 12 pontot és a diéta határozatait. Az evangélikus líceum diákai fákjel zenés felvonulást rendeznek a tiszteletére. Másnap a városi polgárőrség ideiglenes nemzetőrséggé alakul. Amikor a vármegyeház erkéről kiirdetik az áprilisi törvényeket, a több ezres tömeg, köztük a falva küldöttségei, az évszázados jobbágyi kötöttségből szabadulva tomboló lelkesedéssel ünnepli a polgári Magyarország születését. Május 24-én megválasztják az újvárosi tisztikart, június 1-én pedig a mai önkormányzat elődjét. Június 21-én közfelkiáltással választják meg a város országgyűlési követét. Sopron a békés polgári átalakulás útjára lépett, amely azonban nem tartott sokáig, hiszen szeptemberben általános horvát támadás indult az ország ellen, és a városban is megjelenik egy felhívás a toborzás azonnali megkezdésére, amely így szólt.
Csak a szép magyar honért, szeretett hazátok megtartásért fogtok harcolni. Ez volt a hirdetményben. A pákozdi győzelem után Bécs irányába visszavonuló Jelasics október 9-én Pomogynál és 10-én Lövőnél ütközetet vívott a soproni nemzetőrökkel, sajnos a túlerővel szemben a helyi nemzetőrök vereséget szenvedtek. Aztán végül 48 végén Ferenc József kerül a Habsburg trónra, és 40 ezer katona lép Magyarország területére, és sajnálatos módon Sopronban és környéken osztrák uralom maradt fenn a szabadságharc végéig. De a város fiai ott küzdenek az ország valamennyi csataterén. Két nagyhatalom együttes ereje kellett ahhoz, hogy legyőzzön bennünket. Ebből látszik, hogy milyen óriási vállalkozás volt, mekkora bátorság kellett a szabadságharc megindításához, hiszen ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen volt megteremteni az önálló magyar kormányzást, a honvédő haderet felállítani és elindítani a gazdasági fejlődést. Ehhez hatalmas bátorság kellett, ezért, ahogy mondjuk, tisztelet a bátraknak. Tisztelt ünneplő közösség, a nemzeti szuverenitás megőrzése ma is fontos küzdelem az európai politikában. Ahogy 48 hősei, úgy mi is hisszük, hogy jogunk van az önrendelkezéshez és a szabadsághoz. A szabadság fogalma nem avult el. Az Unióban szabadon mozoghatunk, szabad a munkavállalás, a tanulás, a vallásgyakorlás, azt mondhatnánk, nincs is mi ellen lázadni. Miközben a brüsszeli bürokraták próbálják korlátozni nemzeti önrendelkezésünket, bénítani a törvényalkotást, gúzsba kötni a politikai cselekvést. Ezért 48-hoz hasonlóan ma is ugyanebben az állapotban vagyunk, és velünk együtt egyre többen Európában. Nagy változások szemtanúi lehetünk, olyan dolgok történnek, amelyek pár éve még elképzelhetetlenek voltak. Olyan kérdéseket teszünk fel Brüsszelben, amit ők nehezményeznek, hiszen ki gondolta volna néhány éve, hogy Európában ellenőrizetlen bevándorlók milliói érkeznek, ki gondolta volna, hogy határainkat és egyben Európa határait katonáinknak és rendőreinknek kell megvédeni, ki gondolta volna, hogy gazdag kultúrájú európai városokba betelepszik a félelem és időnként az erőszak. Ki gondolta volna, hogy a keresztény kultúra és szokásaink fenyegetés alá kerülnek? Ki gondolta volna, hogy ezt az unió tűri? Mindig is voltak nálunk erősebb hatalmak és belső árulók, azt hitték, jobban tudják, mi kell a magyarságnak. Ezek a törekvések azonban hosszabb távon rendre elbuktak, mert a széthúzásból egységbe kovácsolódott nemzet legyűrte a rákényszerített békjókat, és megmaradt hűséggel magyarnak. Mennyire időszerűek ma is Kossuth Lajos számüzetésben írt gondolatai. Az én vezérelvem tehát az, hogy hazánk állami függetlenségét és nemzeti önállását feladni, vagy annak megcsonkításába beléjegyezni, nem csak nem kell, de nem is szabad semmi körülmények közt, semmi nyomás miatt, semmi áron. A mai Európában mindez már nem olyan magától értetődő. A globális világot kiszolgáló bizonyos köröknek az a célja, hogy Európában nem nemzetek, hanem csak nemzetiségek legyenek. Az európai lakosság és kultúra átalakuljon, és a nemzetpolitikán kívüli új hatalmi központok vegyék kezükbe az irányítást. Mi őszintén kimondjuk, Magyarország továbbra is maradjon a magyaroké, Európa az európaiaké. Tisztelt ünneplő közösség, végezetül nemzeti ünnepünkön idézzük fel nagy elődök példáját, hogy erőt merítsünk a mindennapi küzdelmeinkhez. Idézzük fel Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Bem és Klapka tetteit, gondolatait, hiszen, mint látjuk, a rendkívüli helyzet rendkívüli feladatok vállalására teszi alkalmassá az embert. A történelem ritkán ismétli önmagát, mégis, ha végignézünk a magyar történelmen, hasonlóan a lengyelekéhez, örök szabadság küzdelmekből állt. Amikor ilyen mély változások zajlanak Európában, mint napjainkban, akkor nekünk is fontos szerep jut hasonlóan 48-hoz. Talán a földrajzi elhelyezkedésünk, talán a vérmérsékletünk miatt
bele szoktunk állni a minket érintő vitákban. Magyarország az elmúlt években megerősödött, politikai előrelátásával bizonyította, hogy figyelni kell ránk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az összetartozó népet nem lehet legyőzni. A szabadság és a haza magyar léleknek maga az élet. 48 márciusában is bebizonyosodott, hogy nemzet csak egy van. Ma sincs ez másként, hiszen napjainkban közel 1 millió külhoni magyar ember tette le az állampolgársági esküt. Amikor feltűzzük a kokárdát, feltűzzük gyermekeinkre, tegyük ezt mindig büszkeséggel, magyarságunkra, hazaszeretetünkre és egykori hőseink emlékére. Higgyük el, hogy képesek vagyunk együtt megoldani az új kihívásokat, méltán 48 örökségéhez. Jókai jövőbe látó bölcsességgel 2 nappal a forradalom kitörése előtt ezt mondta: míg magyar él, míg szabad ember él honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére és történelem alkotó alakaira. Ezért a történelem kötelez nem csak főhajtásra, nem csak az emlékezésre, hanem nemzeti érdekeink független, folyamatos megvédésére. Éljen a magyar szabadság, éljen a magyar hasza. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr ünnepi gondolatait. Hölgyeim és uraim, most az ünnepi műsor következik, melyben közreműködik Mészáros Árpád Zsolt színművész, valamint a Sopron Balett táncművészei, akik külön erre az alkalomra készítették az Anyaföld dobogója című táncművet, a rendező koreográfus Demcsák Ottó. Uram, teremtőm, Istenem, megleltem hazám, de még nem ismerem. Van egy régi térkép, mit kaptam rég, apámé volt, így mondta. Legyen tiéd, s mondta még azt is, hogy élt itt egy büszke nép, ahonnan a folyók vize messze ért, hol a madár, ha felszáll, eljut az égig, távol a föld. Közel neki mégis, messze vagy, Istenem, messze vagyok én is, de itt vagy velem, te itt vagy velem mégis. Testvér a testvérnek nem lehet gyilkosa, egy fáradt sólyom szárnyán érkeztem haza. Ide, ahol a napfény baráti szó. Ide, ahol tudják jó az, ami jó. Ide, ahol védik az ő határt, ide, ahol a jó szó szívekre talál. Uram, földön, égben legyen akaratod, élt itt egy nép, őrizd meg a magot. Uram, földön, égben szívünk adtuk érted, ne engedd, hogy elvegyék az ősi küldetésem. Kapaszkodunk a semmiben,
küldetésen megmaradjon a szó. Az igazság miénk, felér hozzád az égig. Sokan álmodunk mégis, egyedül vagyunk, amíg lehet magyarul, mi magyarul imádkozunk. Sokáig éltem a hegyekben, tán bűnös vagyok én. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ünnepi műsorunkban Mészáros Árpád Zsolt színművészt látták, valamint a Sopron Balett táncművészeit az Anyaföld lobogója című táncművel. Szólott táncolt Horváth Renáta, Sopronváros ifjú tehetsége díjjal kitüntetett művésze. A rendező koreográfus Demcsák Ottó volt. Tisztelt ünneplő közösség, hagyományosan most a koszorúzásra kerül sor. Elsőként felkérem dr. Kovács Zoltán államtitkár urat, valamint Molnár Ágnes és Fértl Mátyás országgyűlési képviselőket, hogy helyezzék el koszorújukat. Felkérem dr. Fodor Tamás polgármester urat és dr. Simon István alpolgármester urat, hogy Sopron megyei jogúváros nevében helyezzék el koszorújukat.